Világegyetemünk, a galaxisok, a naprendszer, a saját bolygónk. Föld, víz, levegő és élet. Honnan származik mindez? Ha bolygónkról kitekintünk az űrbe, a csillagok és galaxisok milliárdjaival benépesített óriási kozmosz tárul elénk. Ám az időt 13 milliárd évvel visszaforgatva a világegyetem egészen más képet fest. Akkor még olyan kicsi volt, hogy egy tenyérben is elfért volna. Minden ebből, a csecsemő univerzumból jött létre, a csillagok és galaxisok épp úgy, mint magának az életnek az alapelemei. A kalcium a csontjainkban, a vas a vérünkben, az atomok, amelyekből a levegőnk áll, és a víz, amit iszunk. Városaink nyersanyaga, és minden gépé. A mindennapi tudomány most átszeli a teret és az időt, hogy kiderítse, hogyan született az univerzum. Hogyan hozta létre világunk minden részletét, és hogyan fog végül elpusztulni. Mindennapi tudomány. Univerzum születik. Minden, amit magunk körül látunk, anyagból épül fel. Atomok és molekulák alkotják. Vegyük például ezt az autót, egy nyitható tetejű 1956-os Ford Fairlane-t. Számos nyersanyagból, többek között acélból, gumiból és üvegből gyártották. Ha mélyebbre hatolunk, ezeket az anyagokat olyan elemek összetétele alkotja, mint a vas, a szilícium, a króm és a szén. Az autó minden egyes atomját növekvő világegyetemünk hozta létre. Lorenz Krauss fizikus azt kutatja, hogyan kerültek ide a bolygónkon megtalálható atomok. Részben a csillagok, részben pedig az ősrobbanás porából vagyunk. A testünk legtöbb atomja a csillagok magjából származik. Néhány viszont már a nagy bum első pillanatai óta létezik. A szó legszorosabb értelmében a kozmosz szülöttei vagyunk. Minden egyes atom az univerzum fejlődésének évmilliárdjai során keletkezett. Ha erre az autóra nézünk, az autó összes atomja csillagok robbanása során jött létre. A szupernovák és a csillagfejlődés termékei a világegyetem történetének különböző szakaszaiból származnak. Ha meg akarjuk érteni, hogyan születtek a Földünkön jelenlévő anyagok, akkor hihetetlen utazásra kell vállalkoznunk. Átvágunk a téren és az időn addig a pillanatig, amikor az univerzum megszületett. Kezdetben nem volt semmi. Sem tér, sem idő. Aztán lőn világosság. Hirtelen feltűnt egy apró, elképzelhetetlenül forró fénypont. A tűhegynyi tűzgolyó magában foglalta az egész teret. Szó szerint ez volt az idő kezdete. T egyenlő nulla, méret nincs adat, hőmérséklet nincs adat. Ketyegett a kozmikus óra, az idő folyni, a tér pedig tágulni kezdett. A nagy boom első pillanatában, a T egyenlő nulla pillanatig visszatekintve, az univerzumban minden, ami csak van, a galaxisok összes anyaga és energiája kisebb helyen volt összesűrítve, mint amekkora ma egy atom mérete. Az a gondolat, hogy a világegyetemünk egykor kicsi volt, egy amerikai csillagász Edwin Hubble zseniális munkásságából származik. Az 1920-as években a legtöbb csillagász még azt hitte, hogy az éjszakai égbolton főleg csak csillagok láthatók, és hogy valamennyi a mi galaxisunkhoz, a tejútrendszerhez tartozik. Hubble viszont nem volt meggyőződve erről. Egy fényfelhőt, az Andromeda nebulát tanulmányozva kimutatta, hogy az egy távoli csillagváros. Egy másik galaxis jóval túl a miénk határai. Azt is igazolta, hogy a többi galaxis távolodik tőlünk. Úgy tapasztalta, hogy minél távolabb vannak, annál gyorsabban mozognak. A világegyetem tágul. Márpedig, ha most tágul, akkor a múltban kisebbnek kellett lennie. Sokkal kisebbnek.
akkor pedig kezdete is volt. Megszületett a nagy boom ötlete. David Spergel elméleti fizikus, az ősrobbanás szakértője. A nagy boom elmélete nem igazán az univerzum keletkezésének elmélete, inkább az univerzum fejlődését írja le. Senki sem tudja pontosan, hogy mi történt a nagy boom során. Azt viszont tudják a tudósok, hogy a másodperc töredékével a világegyetem megszületése után a parányi, elképesztően forró tűzgolyó már tágult. Nem tudjuk, hogyan jött létre az univerzum. A történetbe akkor kapcsolódunk be, amikor a kora már a másodperc egy milliárdod része milliárdodának, milliárdodának, milliárdoda volt. Ez a fiatal univerzum akkora volt, mint egy üveggolyó. A nagy bum után 100 milliárdod joktoszekundummal. Méret végtelenül kicsi. Kevesebb, mint a másodperc billiómod-billiómod részével a nagy bum után, az üveggolyó méretű univerzum rendkívül instabil volt és robbanásszerűen növekedett. A hihetetlenül gyors tágulásnak ebben az időszakában maga a tér terjedt ki a fény sebességénél gyorsabban. Az újszülött világegyetem ugyanúgy fúvódott fel, ahogyan ez a forró üveggömb. Minden irányban egyszerre. Tágulás közben le is hűlt. A másodperc billiómod részének billiómodával az ősrobbanás után a világegyetem még elfért volna egy ember tenyerén. A másodperc apró tört részével később már akkora volt, mint a Mars. Újabb töredék másodperc telt el, és a csecsemő univerzum a Föld méretének 80-szorosára tágult. A nagy bum után egy pikoszekundummal, méret 1 millió kilométer, hőmérséklet 1 billió Kelvin. Egy billiómod másodperccel a nagy bum után újszülött világegyetemünk továbbra is tágult, anyagot viszont nem tartalmazott, tiszta energiából állt. Einstein híres egyenlete az E egyenlő M-szer C négyzet a tömeg és az energia egymásba való átalakításának lehetőségét mutatja. Ez a tudás hozzájárult a tömegpusztító fegyverek előállításához, ám azt is feltárta, hogy miképp keletkezett először az anyag az univerzumban. Az atombomba robbanásakor az anyag egy parányi része annihillálódik és energiává alakul. Az ifjú világegyetemben ennek éppen az ellenkezője történt, a tiszta energia vált anyagi részecskékké. Csak egy gond volt. Az univerzum egyszerre alkotta meg az anyagot és ős ellenségét, az antianyagot. Amikor ezek érintkeznek, megsemmisítik egymást. Az újszülött világegyetem csatatérré vált. Az anyag és az antianyag vívta élet-halál harcát. Ha kölcsönösen megsemmisítik egymást, akkor a világ tele volna energiával, galaxisok, csillagok, bolygók és élet nélkül. Szerencsére az egyensúly megbomlott. Minden 100 millió kialakult antirészecskére 100 millió és egy anyagrészecske jutott. Ez az egy részecske, amely térrészenként végül megmaradt, elég volt ahhoz, hogy kialakuljon a ma látható világegyetem. Ennek a kis aszimmetriának köszönhető az univerzumban található összes anyag, a galaxisoké, csillagoké, bolygóké, de az autóké és a saját testünké is. Carlos Frank, az angliai Durham Egyetem asztrofizikusa ezt így fogalmazza meg. Az anyag és az antianyag megsemmisülésének egy csipetnyi maradékából vagyunk. Ha nem alakul ki az univerzumban ez a kis aszimmetria az anyag és az antianyag között, akkor a világ szörnyen unalmas hely volna. Nem lenne szerkezete, nem lennének galaxisok és bolygók. A kozmológusok az ősrobbanás elméletének felvetése óta szeretnék megismerni az újszülött világegyetem tulajdonságait. Most a világ egyik legnagyobb laboratóriumában már képesek létrehozni a nagy boom utáni pillanatoknak szinte teljes bizonyossággal megfelelő körülményeket. A neve relativisztikus nehézion ütköztető, angol rövidítéssel RIC. A Brookhaven Nemzeti Laboratóriumban található Long Islanden. Olyan, mint egy időgép. Visszavisz minket 10 milliómod másodperccel a nagy boom utánra.
Todd, Satogata és kutatótársai szubatomi részecskéket gyorsítanak fel csaknem fénysebességre, hogy aztán egymásnak ütköztessék őket. A részecskék ezen a 4 km hosszú kört leíró alagúton száguldanak végig egymással szemben, másodpercenként 78 ezerszer. Végül ebben a hatalmas, háromemeletes háznál is nagyobb detektorban ütköznek egymással. A becsapódás hihetetlenül magas hőmérsékletet hoz létre, éppen olyat, mint az újszülött univerzumé. Ismereteink szerint a világegyetem eleinte rendkívül forró volt, sok milliárdszor olyan forró, mint a nap közepe. Az egymással ütköző atommagok megolvasztják és eléggé felmelegítik az anyagot ahhoz, hogy bepillantást nyerhessünk a korai univerzum viszonyaiba. Amikor a részecskék ütköznek, akkor széthasadnak, és még kisebb részecskék záporát szórják szét. Mintha az autók szerkezetét úgy akarnánk megismerni, hogy egymásnak csapjuk őket. Ha két versenyautót felgyorsítunk és frontálisan egymásnak ütköztetünk, mégpedig sokszor egymás után, akkor elkezd kialakulni valamiféle mintázat. Itt egy abroncs, ott egy hűtő repül ki, és hamarosan kezdhetünk következtetéseket levonni arról, hogy milyen alkatrészekből áll össze egy autó. A Brookhaveni kutatók azt fedezték fel, hogy ezekben a szuperforró ütközésekben az anyag teljesen új formája jelenik meg. Ez az anyag pedig teljesen ellentmond a fiatal univerzumról szóló korábbi elméleteknek. Ez ugyanis nem gáz, hanem folyadék. Rendkívül forró. A hőmérséklete 100 milliószor magasabb, mint a nap felszínéjé. A fiatal világegyetemben lévő rengeteg energiától a részecskék olyan hevesen rezegtek, hogy nem volt köztük tapadás. Belső surlódás nélkül zavartalanul áramlott. Ez a folyadék tökéletes, nincs viszkozitása. Bizonyos értelemben ez volna a legjobb motorolaj, eltekintve a billiófokos hőmérséklettől. A gyorsítóban ez a bámulatos, folyékony univerzum csupán a másodperc parányi töredékére maradt fenn. A Brookhaveni tudósoknak sikerült lemásolniuk a 13 milliárd évvel ezelőtti állapotokat. Az univerzum annak ellenére, hogy tökéletes folyadék volt, háborgott. Tele volt szubatomi részecskékkel, amelyek egymásnak ütközve mind több és több energiát szabadítottak fel. Olyan sok volt az energia, hogy ha a részecskék le nem lassulnak, akkor nem lettek volna képesek egymáshoz kötődve létrehozni az atomokat, az anyag építő elemeit. A világegyetemben így nem jöttek volna létre a galaxisok és a csillagok, de mi sem. A nagy bum után 1 milliomod másodperccel, méret 100 milliárd kilométer, hőmérséklet 10 billió Kelvin. Az univerzum már 1 milliomod másodperces, atomnál kisebb méretről a naprendszer átmérőjének 8-szorosára tágult. Az első milliomod másodperc féktelen kavargása után a világegyetem már viszonylag lecsillapodott. A következő 3 percben a táguló kozmosz eléggé lehűlt ahhoz, hogy a protonok és a neutronok egymáshoz kapcsolódva létrehozzák az első atommagokat, a hidrogént és a héliumot. Ezek még nem voltak teljes atomok. Hiányzott még egy lényeges összetevő, az elektron. A forró csecsemő univerzumban rengeteg elektron volt, de a túl magas hőmérséklet és a túl sok energia miatt túl gyorsan mozogtak a kötések kialakulásához. Ez még 300 ezer évig így is maradt. A nagy bum után 380 ezer évvel átmérő 100 millió fényév, hőmérséklet 3000 Kelvin. 380 ezer évvel az ősrobbanás után az univerzum a tejútrendszer méretére tágult, több milliárdról néhány ezer fokosra hűlt. A hőmérséklet csökkenésével az elektronok is lelassultak. A világegyetem készen állt az első valódi kémiai elemek létrehozására. A világ történetének ezt a döntő mozzanatát felfedező tudósok egyike Arno Penzias. 1963-ban az akkor 30 esztendős Penzias és 27 éves kollégája Robert Wilson egy új rádióteleszkópon kezdett dolgozni New Jersey államban. Eredetileg csak a kozmikus rádiósugárzást tanulmányozták, de minden idők egyik legjelentősebb felfedezésébe botlottak. Amikor megkezdték a berendezés tesztelését, váratlan háttérzajt tapasztaltak. Egy további jelet észleltünk, amely mintha az égből jött volna.
Nagy gonddal kiszűrtük a Föld és a naprendszer zaját. Télen és nyáron is mértünk, hogy kiszűrjük a változásokat. A mesterséges forrásokkal is számolnunk kellett. A tanácstalan tudósok már azon töprengtek, hogy a különös jelnek esetleg más, sokkal Földhöz ragadtabb magyarázata van. Megfigyelték, hogy a galambok megtelepedtek az antennán, és beborították azt az ürülékükkel. Fontolóra vették, hogy a jeleket a galambok okozzák. Csak egy megoldás volt, meg kellett szabadulni az ürüléktől és a galamboktól. Miután végül sikerült eltakarítanunk a galambok piszkát, meg kellett oldanunk, hogy távol tartsuk a madarakat. Ez nem volt könnyű, mert folyton vissza akartak térni. Végül áttelepítettük őket egy távoli helyre. Ám a titokzatos jel a bajkeverő galambok távozása után sem szűnt meg. Szinte kikerülhetetlen volt a következtetés, hogy a sugárzás az égből jön. Nem tudtam megmagyarázni, mi okozza. A Penzias és Wilson által bemért jelről kiderült, hogy minden idők egyik legjelentősebb tudományos felfedezése. A rejtélyes háttérzaj magyarázatának azonban nem a hanghoz, hanem a fény születéséhez van köze. A fényt általában magától értetődőnek tekintjük. 13 millió évvel ezelőtt az újszülött univerzumban viszont semmit sem láttunk volna. A fény csapdába esett, a világegyetem ködbe burkolózott. Ám ahogyan tágult és hűlt, az elektronok mozgása is lelassult. A protonok befogták a lassú elektronokat, így létrejöttek az atomok. Először a hidrogén, majd a hélium. Az univerzumban hirtelen sokkal ritkább lett a szabad elektron. A köd felszállt és nem állta többé a fény útját, amely vakító kitörésben özönlött rá az univerzumra. Ha ott lettünk volna, akkor azt látjuk, hogy a homályos univerzum egyszerre átlátszóvá válik. A köd hirtelen eloszlik, és körülöttünk minden irányból felragyog a fény. Lélegzetelállító pillanat lehetett. Idővel ez a fénykitörés elhalványult, lehűlt és mikrohullámú sugárzássá változott. Ezt a halvány 13 milliárd éves mikrohullámú jelet észlelte Penzias és Wilson antennája. Amit hallottak, az annak a pillanatnak a távoli visszhangja, amelyben az univerzum megszülte az első atomokat. Valóban a világegyetem eredetének a fénye. Amikor egy öreg rádión áthangolunk a csatornák között, de még nem találtunk rá az adóra, akkor sistergő zajt hallunk. Ezt nevezzük zajnak. Egy jó készüléken a sistergés fél százaléka a nagy bum hangja. Az első elemek létrejöttének pillanatát látni is lehet. Ha a televíziónk nincs behangolva, akkor a zaj egy töredékét a 13 milliárd éve keletkezett sugárzás alkotja. Ám nem csak ennyi emlékünk maradt az univerzum születéséből. Még a víz is mementó, amit iszunk. Elég észbontó belegondolni, hogy valahányszor megiszunk egy pohár vizet, olyan hidrogén atomokat nyelünk le, amelyek az ősrobbanás óta léteznek. A következő évmilliók során a fiatal univerzum tovább tágult, hűlt és ismét elsötétedett. Eddig csak hidrogén és hélium atomok keletkeztek, de a mi világunkat már több mint 100 különböző elem alkotja. Nélkülük az univerzum unalmas, kizárólag gázból álló hely volna. Olyan hely, ahol az összetett anyagok, így a bolygók is, az autók is, az emberek sem fejlődhettek volna ki. Az univerzumnak el kellett érnie, hogy a hidrogén és hélium atomok egyesüljenek. Ehhez viszont csillagokat kellett alkotnia. A nagy bum után 200 millió évvel, méret 60 milliárd fényév, hőmérséklet 50 Kelvin. A világegyetem már 200 millió éves, és sok milliárd fényév az átmérője. A hőmérséklet a folyékony nitrogéné alá süllyedt, mínusz 186 fokig. Sötét lett.
Homályos, gázzal teli hely maradt volna, galaxisok, csillagok és bolygók nélkül, ha nincs egy apró körülmény. A csecsemő univerzum nem született hibátlannak. Carlos Frank látványos térbeli szimulációt alkotott a világegyetem fejlődésének kezdetéről. Ezen látható, hogy az ősrobbanás után kibontakozó univerzum nem egyenletes. Apró hasadékok jelentek meg. Nagyon, nagyon vékonyak és kicsik. A csecsemő univerzum arcán megjelent ráncokból jött létre később a galaxisokban megmutatkozó mintázat. E repedések nélkül a világ rendkívül egyhangú maradt volna. A repedések galaxisokká és csillagokká válásának mikéntjére utaló első ismeretekre akkor tettünk szert, amikor más tudósok is tanulmányozni kezdték a nagy boom elsőként Penzias és Wilson által felfedezett sugárzását. Amennyire Penzias és Wilson meg tudta állapítani, ez a sugárzás egyenletes volt. A kozmológusok a következő 25 évben keményen dolgoztak azért, hogy rátaláljanak az apró eltérésekre. Végül a WMAP segítségével találtak rájuk. Ezt az űrszondát arra tervezték, hogy észlelje és részletesen elemezze a mikrohullámú háttérsugárzásban található apró egyenetlenségeket. A 2001-ben felbocsátott 150 millió dolláros szonda műszerei a valaha az űrbe telepítettek közül a legérzékenyebbek közé tartoztak. A szemünk csak a csillagok látható fényét fogja fel. A WMAP viszont a láthatatlan mikrohullámokra is képes ráhangolódni. A nap körül keringve aztán a leghalványabb sugárzást is felfogta, amely az idők hajnala óta belengi az univerzumot. Amikor a kozmikus háttérsugárzást vizsgáljuk, olyan sugárzással van dolgunk, amely a nagy boom után fél millió évvel kelt útra felénk. Kezdetben a mikrohullámú világegyetem egyhangúnak, látszólag minden irányban egyformának mutatkozott. Ám amikor a WMAP fokozta a kontrasztot, látványos eredménnyel járt. Az újszülött világegyetem egyáltalán nem volt sima és unalmas, tele volt fluktuációval. Az egyenetlenségekből következtethetünk az anyagsűrűség értékére, amely pontról pontra változik. A sűrűbb térrészekben az anyag összeomlik és létrehozza a galaxis halmazokat, szuperhalmazokat, illetve magukat a galaxisokat. Az alacsony sűrűségű részek egyre szélesebbé válva alkotják a galaxisok közötti űrt. Ez a kép kézzel fogható kapcsolatot teremt az egészen ifjú, félmillió éves és a mai 13,7 milliárd éves univerzum között. A kibontakozó univerzum apró tökéletlenségei váltak végül galaxisokká és csillagokká. A fizika egyik legelképesztőbb felvetése, hogy az olyan galaxisok, mint a 100 millió csillagot tartalmazó tejútrendszer léte, egykor a világ mindenség szövedékének apró töréseként kezdődött. A hasadékokat a hidrogénatomok örvénylő felhője töltötte ki. Köztük a távolság egyre nőtt. A gázfelhők egyre sűrűbbé és forróbbá váltak. A gravitáció szálak mentén rendezte őket, mint a harmadcseppeket egy pókhálón. Egy kozmikus hálón. Ahol a vonalak összemosódtak, ott jöttek létre a csillagok és a galaxisok. Az univerzum fejlődése során a gáz kis felhőkké sűrűsödött, melyek aztán csillagokká roskadtak össze. A csillagok forgó korongba rendeződtek, amelyből később olyan galaxis lett, mint a mi tejútrendszerünk. Az évmilliók során a hidrogén atomok összegyűlt tömege felforrósodott. Megkezdődött az atomok fúziója, melynek során energia szabadult fel, és a gáz fényesen ragyogni kezdett. Végül megszületett egy csillag. Univerzum szerte csillagok milliói lobbantak fel. Az első csillagok megjelenése igazán látványos esemény lehetett. Ha ott lettünk volna, valódi tűzijátékban lett volna részünk. A megszülető és magukat kiégető csillagok különálló hatalmas fényvillanásokat keltettek. Az univerzum az eredeti méretének több billiószorosára fúvódott fel. Tele volt hidrogénből és héliumból álló vadonatúj csillagokkal.
Ezek az ifjú csillagok azonban nem is hasonlítottak a mi napunkra. Rendkívül instabilak voltak. Ám éppen ez az instabilitás tette a világot még érdekesebb helyé, ugyanis minden egyes csillag belsejének mélyén valami bámulatos történt. Új elemeket alkottak. Az a gondolat, hogy az atomok a csillagokban jönnek létre, a brit asztrofizikustól, Sir Fred Hoyle-tól, a 20. század egyik legnagyobb csillagászától származik. Hoyle nem hitte, hogy az univerzum egyetlen robbanásban keletkezett. Valójában a nagy boom kifejezést is ő találta ki, mint gúny nevet. Hoyle arra keresett választ, hogy honnan származnak a hidrogénnél és héliumnál nehezebb elemek. Rájött, hogy a csillagokban nukleáris reakció zajlik, valahogy úgy, mint egy lelassított hidrogénbombában. Az ereje viszont milliárdszor akkora, a nukleáris hulladék pedig új elemekből áll. Ahhoz mégis évek kellettek, hogy a kutatók igazolni tudják az elméletét a csillagok fényének elemzésével. Hő hatására minden elem jól meghatározott frekvenciájú fényt bocsát ki. Gondoljunk csak a nátrium gőzlámpa fényére, amelynek sárga színe a nátriumra jellemző. Ugyanez a helyzet a csillagokkal, például a saját napunkkal is. Ha a fényt színekre bontjuk, akkor a kirajzolódó sávok vonalkódként azonosítják az elemeket. Minden elemnek jellegzetes színképe van. A kutatók így azonosíthatják őket, például a főleg vörös fényt kibocsátó hidrogént. Indítás! 1990-ben a NASA azért állította pályára a Hubble űrteleszkópot, hogy felfedje a korai világegyetem bizonyos titkait. Felszállt a Discovery űrrepülőgép, fedélzetén a Hubble űrteleszkóppal, amely ablakot nyit számunkra az univerzumra. A Hubble sohasem látott képeket ígért a kutatóknak a fiatal világegyetemről. Képes visszatekinteni a téren és időn át, hogy megvizsgálja az első csillagokat és kiderítse, állítanak-e elő új elemeket. Az álom azonban gyorsan lidérc nyomássá változott. A fellövés után kiderült, hogy a Hubble tükre torzít. Mindent homályosan mutatott. Korrekciós lencsére volt szükség. A felszerelésére az egyetlen módot egy újabb űrsikló felküldése jelentette. A javítást végzők egyike Jeff Hoffman űrhajós volt. Egy $2 milliárd teleszkópon dolgoztunk. A legkevésbé sem akartunk eltörni valamit, hogy rosszabb állapotban hagyjuk, mint amilyenben volt. A mentőakció résztvevőinek először be kellett fogniuk a hibás teleszkópot. Ezután kerülhetett sor az űrrepülés történetében példanélküli javítási műveletre. Fel kellett nyitniuk a teleszkóp oldalán lévő fedeleket. A Hubble-n végzett munkáról tudni kell, hogy egészen más volt, mint az autószerelés. Az ember hátra néz a válla fölött, és nincs ott más, csak a világűr. Alattunk elsuhan a Föld, fölöttünk csak a csillagok. Az űrhajósok az aprólékos munkát a lehető legnehezebb körülmények között végezték. Az űrruhában az ember kezét vastag, merev kesztyű akadályozza. Olyan, mint síkesztyűben dolgozni. Meglehetősen nehéz. Minden rendben ment, míg nem Hoffman végül megpróbálta lezárni a jókora fedelet. Már csak az ajtót kellett lecsukni, de valamiért nem záródtak rendesen. A szárnyak egy kissé elgörbültek. Eltartott egy darabig, mire felfogtam, hogy milyen súlyos a helyzet. Ha nem tudjuk lezárni a fedelet, akkor az egész teleszkóp odavész. Jeffnek és egyik társának végül sikerült rögtönzött eszközökkel visszazárni az ajtót. A csapatnak 5 napjába került, hogy megjavítsa a hibás berendezést. A világ kozmológusai egy emberként tartották vissza a lélegzetüket. Alig várták, hogy láthassák, amint a valaha épített legdrágább teleszkóp végre teljesíti, amit a tervezői eredetileg ígértek. Nagyon jól emlékszem 1993 szilveszterére.
Megszólalt a telefonom. Egy régi barátom keresett, aki az űrteleszkóp tudományos intézetében dolgozott Baltimore-ban. Megkérdezte, hogy maradt-e még pezsgő a buliról. Mondtam, hogy van még egy fél üveggel a hűtőben. Erre azt felelte, hogy akkor nyissam ki és igyak egy pohárral, mert megérkeztek az első képek, tehát a Hubble működik. A Hubble pedig ezt látta. A felvételek a legvadabb álmokat is túlszárnyalták. A Hubble lencse végre kapta egy csillag életének utolsó mozzanatát, amikor gázt és port szétrepítve felrobban. Az újszülött csillagok tömegét is megörökítette, amelyek fénye évmilliárdokkal korábban lobbant fel. A kozmikus por milliószor millió kilométeres sötét oszlopai a csillagok és bolygók új nemzedékével vemhesek. Ám a Hubble megdicsőülésének pillanata még hátra volt. 1995-ben az irányítók 10 napon át a világűr egy távoli üres foltjára irányozták a teleszkópot. Így készítették el a Deep Field nevű felvételt, amely távoli galaxisokkal van tele. A Hubble az első galaxisok és csillagok keletkezéséig tekintett vissza az időbe. Sok ezer sohasem látott galaxist fedezett fel. Az univerzum a tudatunkban sokkal gazdagabbá vált a Hubble Deep Field után. Először tárta elénk a nagy boom után alig 1 milliárd évvel született galaxisok halvány képét. A kutatók elemzésnek vetették alá a távoli csillagok fényét, és kimutatták, hogy ezek a korai galaxisok már létrehoztak a hidrogénnél és a héliumnál nehezebb elemeket. Bár Sir Fred Hoyle tévedett az univerzum keletkezésével kapcsolatban, ami a csillagokat illeti, teljesen igaza volt. Az első csillagok termonukleáris reaktorokként működtek, és új elemeket hoztak létre. Ebben a szobában megfigyelhető elemek keletkezését bizonyos értelemben úgy képzelhetjük el, mint egy autógyár gyártósorát. A futószalagon is egymás után illesztik az autóhoz az alkatrészeket, amíg el nem készül. A fiatal csillagokban zajló magfúzió óriási energiamennyiséget szabadított fel. A hő rábírta az atommagokat, hogy egymás után új, még nehezebb elemek kiegyesüljenek. 3 hélium magból szén lett, 2 szén atommag magnéziummá egyesült, a magnéziumból neon keletkezett, és ez így ment sok százezer éven át, míg végül a szilícium fúziójával kialakult a vas. A vas atommagja különleges. A benne lévő protonok és neutronok olyan erősen kötődnek egymáshoz, hogy még a csillagok belsejében uralkodó szélsőséges körülmények között sem fúzionál nehezebb elemekké. Makacsul vas marad. Ez már az út vége volt. Az elemek gyártósora leállt. A világ azonban még nem volt teljes. Megvolt ugyan minden, ami egy pohár vízhez kell, és az autó nagy részének előállításához szükséges elemek is. Akadt néhány az emberi lényeket alkotó anyagokból is. Az oxigén, amit lélegzünk, a csontunkban lévő kalcium és a vérünkben keringő vas. Hiányoztak viszont olyan létfontosságú elemek, mint a króm a lökhárítóhoz, vagy az olyan fémek, mint a cink, amely nélkül élni sem tudnánk. Az univerzumban a buzgó alkotás időszaka következett, amely előállította a vasnál nehezebb elemeket. A világegyetem születésének rejtvényéhez szükséges hiányzó részleteket az univerzumban valaha látott legnagyobb robbanások táján kell keresnünk. A nagy boom után 500 millió évvel, méret 150 milliárd fényév, hőmérséklet 25 Kelvin. Világegyetemünk már megünnepelte 500 milliómodik születésnapját. Még 13 milliárdra kerül sor, mire az ember megjelenik a Föld színén. A hatalmas új csillagok már számos elemet létrehoztak azok közül, amelyeket magunk körül látunk, de még sok hiányzik. A nehéz fémek, például a króm és a cink, vagy a nemes fémek, amilyen az arany és a platina. A munka befejezésére az univerzum a nagy boom után a leglátványosabb jelenséggel állt elő. Az óriási robbanó csillagokat nevezzük szupernováknak. Amikor a könnyű elemeket termelő óriás csillagok kifogynak az üzemanyagból, önmagukba roskadnak. A zuhanás hatalmas mennyiségű energiát termel és iszonyú robbanáshoz vezet.
Ezek a robbanások olyan erősek, hogy a vasnál nehezebb atommagok fúziója is végbe megy. Az elemek gyártósora újra beindul. Tony Mezzacappa, a Tennessee államban működő Oak Ridge Nemzeti Laboratórium munkatársa szerint a robbanó csillagok nélkül az élet sem jöhetett volna létre. Kétségtelen, hogy az általunk ismert élet nem létezhetne, ha nem megy végbe a saját magjukra roskadó csillagok felrobbanása. Egyértelműen kulcsfontosságú láncszemek az eredetünknek az ősrobbanástól a mai napig húzódó láncolatában. A galaxisunk közelében az egyik legutóbbi és legnagyobb szupernovát a déli égbolton figyelték meg 1987-ben. Az 1987 ahhoz hasonló szupernovák robbanásakor kisugárzott fény tartalmazza a benne lévő elemek jellegzetességeit. A fény spektrumának elemzésével a kutatók megállapíthatják, hogy milyen elemek keletkeznek a csillagrobbanásakor. Az óriás csillagok az életciklusuk végére hagymaszerű szerkezetet alakítanak ki. A magjukat vas alkotja, a rétegeket pedig kifelé haladva egyre könnyebb elemek. A vasmagban a hőmérséklet a 4,5 millió fokot is eléri. Ez 300-szor forróbb, mint a nap közepe. Annyira meleg, hogy a csillag közepére süllyedt vas atommagok széthullanak. A mag elveszíti az egyensúlyát. A csillagmag a másodperc tört része alatt összeroskad, és rendkívül sűrűvé válik. A mag összeomlásának sebessége több mint 70 ezer kilométer másodpercenként. A Földéhez fogható méretű tartomány egy pillanat alatt akkorára roskad össze, mint egy kisebb település. A mag rendkívül sűrűvé válik. Képzeljük el, hogy egy köbcentiméternyi mintát veszünk abból az anyagból, vagyis akkorát, mint egy kockacukor. Ez a kockacukor viszont olyan sűrű, hogy a tömege az egész emberiségével egyenlő. A mag úgy rúg vissza, mint egy összepréselt gumilabda, és elsöprő lökéshullámot indít útjára. A kifelé terjedő hullám áttör a csillag különböző rétegei. Amikor eléri a külső rétegeket, a keletkező hő ismét beindítja az új elemek keletkezését. Az egymásnak ütköző atommagokból vadonatúj nehéz elemek jönnek létre, nehezebbek, mint a vas. Ezután a csillag szétrobban, a lökéshullám pedig kifelé repíti a termékeket az űr mélységei felé. Az életünk nagyon is valós értelemben az univerzum csillagaitól függ. Az ő életük és haláluk nélkül mi sem létezhetnénk. A Hubble űrteleszkóp által készített bámulatos felvételek e gigászi robbanások utóhatását tárják elénk. A nebulák a felrobbant csillagok kihajított törmelékéből álló óriási felhők. Bennük kavarognak az új nagyméretű atomok, az arany, az ezüst, a cink és az ólom. Szupernovák nélkül a világ szörnyen egyhangú, és minden bizonnyal élettelen volna. Biztos vagyok benne, hogy Paris Hilton nem ezzel a gondolattal ébred reggelenként. Mégis tény, hogy ha az a 200 millió csillag nem robban fel, hogy mi itt lehessünk, akkor neki sem volna mit felvennie. A szupernovák nélkül az ékszerei sem léteznének. A nagy bum után 9 milliárd évvel méret 3 billió fényév, hőmérséklet 4,3 Kelvin. 9 milliárd évvel az ősrobbanás után az élet általunk ismert formájának minden nyersanyaga készen állt. Az univerzum hatalmas, bonyolult térré tágult, melyet sok milliárd galaxis és számtalan csillag népesít be. A tejútrendszer egy csendes szögletében por és gáztömeg kezd felhalmozódni. Tele van az egyik óriási szupernova dús hulladékával, és a kritikus tömeget elérve fényesen ragyogni kezd. Csillag született. A mi saját csillagunk, a nap. A maradék törmelék örvénylő korongá alakul, amely az új csillag körül forog. A gyűrűt alkotó gáz a gravitáció hatására összecsomósodik. A por és gáztömbök egyre nagyobbra nőnek. Kialakulnak a bolygók. Ezek egyike a mi földünk. A következő 500 millió év során a bolygó lassan létrehozza védelmező gáz ernyőjét, a légkört.
színre lép az élet, először csak különálló sejtek formájában, de az évmilliárdok során kifejlődnek a növények és az állatok, majd végül az ember. Hajlamosak vagyunk magunkat a világegyetemtől elkülönítve szemlélni. Ez persze hibás látásmód. A kozmosz szerves részei vagyunk, így amikor az univerzum eredetéről és fejlődéséről beszélünk, akkor a saját eredetünket és fejlődésünket firtatjuk. Minden, amit a bolygónkon látunk, az ősrobbanásban vagy egy csillag belsejében keletkezett. Krausz és tudóstársai úgy vélik, hogy ma már a világunkat alkotó valamennyi atom keletkezéséről számot tudnak adni. Ezek az atomok az idők hajnala óta jelen vannak. Kiskoromban az anyám gyakran rám szólt, hogy ne nyúljak hozzá valamihez, mert nem tudhatom, hogy hol volt korábban, ha tudta volna. Ám ez még nem az utolsó fejezet. Az elmúlt csaknem 14 milliárd év alatt az univerzum története éppen csak elkezdődött. Most útra kelünk a jövőbe, hogy megtudjuk, hogyan ér véget. A nagy bum után 13,7 milliárd évvel hőmérséklet 2,7 Kelvin. A világegyetem, amelyben élünk, csaknem 14 milliárd éves. Megalkotta a nyersanyagát mindannak, amit magunk körül látunk. Csillagokét, bolygókét, fákét, autókét és a milyenkét is. A világunk készen áll, ám az univerzum továbbra is fejlődik. A tudósok számos elméletet kidolgoztak arról, hogy hogyan ér majd véget. Azt tudjuk, hogy a világegyetem miért az ősrobbanásban keletkezett. Azt még nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövője. A világ vége lehet egy nagy boom, egy sóhaj, vagy valami még különösebb. Egy elmélet szerint az univerzumnak elfogy a lendülete és a tágulása megáll. Minden csillag, galaxis és bolygó, minden egyes atom elkezd visszazuhanni. Végül egyetlen szupersűrű pontba sűrűsödik. Ezt nevezik nagy recsnek. Annak megállapításához, hogy az univerzum valóban önmagába roskad-e, a kutatóknak először azt kell megtudniuk, hogy lassul-e a tágulása. Saul Perlmutter, asztrofizikus, úgy tanulmányozza az univerzum halálát, hogy az űrben felragyogó világítótornyok az úgynevezett 1A típusú szupernovák után kutat. Ha elég sok ilyen felrobbanó csillagot, ilyen szupernovát figyelünk meg, a fénysebességükből következtethetünk a távolságukra. Minél halványabbak, annál messzebb vannak. Ha egy fényesebbet találunk, akkor tudhatjuk, hogy a közelben van. A kevésbé fényesek valamivel távolabb, az egészen halványak pedig nagyon messze vannak. Az 1A típusú szupernovák hasonlóak azokhoz, amelyek a nehéz elemeket létrehozták. Kitüntetett szerepüket egy lényeges vonásuknak köszönhetik. A robbanásuk fényereje mindig pontosan ugyanakkora. Ennek az a magyarázata, hogy ugyanúgy keletkeznek. Két csillag kering egymás körül, a gravitáció tartja őket együtt. Az egyikük összezsugorodott, rendkívül sűrű és fehéren ragyog a hőtől. Egy fehér törpe. A másik csillag hatalmasra fúvódott fel. Ez egy vörös óriás, amely az üzemanyaga utolsó maradékát égeti. Miközben a két csillag egymást kerülgeti, a fehér törpére gáz áramlik át a párjáról, és évről évre nő. Amikor pontosan a nap tömegének 1,44-szorosára hízik, a fehér törpe behorpad, összeroskad, és vakító energia kitöréssel felrobban. Minden 1A típusú szupernova pontosan ugyanannál a határértéknél robban, ezért egyformán fényesek, és a tágas univerzumban mindenhol láthatók. Perlmutternek több száz 1A típusú szupernovát kell találnia, hogy megmérhesse, milyen gyorsan távolodnak tőlünk. A térben és időben elszórt szupernova robbanások helyzetét és korát összehasonlítva, Perlmutter kiszámíthatja, hogy lassul-e az univerzum. Az eredmény megdöbbentő. Az univerzum tágulása egyáltalán nem lassul. Amikor elkezdtük a kutatást, a fő célunk az volt, hogy megállapítsuk a lassulás mértékét. Az első használható adatokból kitűnt, hogy az univerzum nem lassul annyira, hogy végül megálljon. Tulajdonképpen nem is nagyon lassul. Mire befejeztük a feldolgozást, kiderült, hogy nem volt lassuló periódus. Valójában egyre gyorsulva tágul. Perlmutter meglepő felfedezése azt jelenti, hogy a világegyetem sohasem áll meg, és zuhan vissza egy tűhegynyi, szupersűrű anyagcsomóba.
Épp ellenkezőleg, egyre gyorsabban és gyorsabban tágul tovább. Az univerzumunk szó szerint szétrebben. Az univerzum egyre jobban gyorsul. Végül szó szerint minden szétszakad. Nem csak a galaxisok, de végül minden anyag. A Föld, a bolygók, az emberek és az atomok. Véges időn belül minden széthullik. Hosszú idővel azután, hogy a nap kihúny, 100 milliárd év múlva a galaxisok szétszakadnak. A világegyetemet különálló csillagok alkotják majd, amelyek lassan kifogynak az energiából. Néhányból fehér vagy barna törpe lesz, mások neutroncsillaggá vagy fekete lyuk károskodnak össze. Végül sok ezer billió évvel a nagy bum után még a fekete lyukak is elpárolognak. Minden anyag az alapvető alkotó részeire bomlik. Az atomok széthullanak. Még a protonok, az atommag építő kövei is lebomlanak. A legvalószínűbb jövő a legkomorabb. Az univerzum hideg lesz, sötét és üres. Az univerzum tovább tágul, a galaxisok elhúzódnak egymástól, míg a tér üressé és halottá válik. A saját galaxisfürtünk a fénysebességnél gyorsabban távolodik majd tőlünk, és eltűnik az éjszakai égboltról. Végül lejár, mint egy óra, és minden véget ér. Az univerzum végül meghal. Nem marad más, csak a hideg, sötét, élettelen űr. Narrátor Kassai Károly, munkatársak Horváth P. Tamás, Férntáj Bernadett, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.